A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai témánk a röplabda, kérem szépen, hiszen az idei szezonban először indulhat nemzetközi kupában, a CEF Challenge kupában a Mávelőre Foxconn férfi röplabda csapata. Időközben megkezdődött az NB1-es szezon, amelyet természetesen megelőzött a keret frissítése is. Erről fogunk beszélgetni, vendégem Tálos Péter elnök, Mávelőre elnöket, tisztelettel köszöntöm. Jó napot kívánok! Örülök, hogy itt van velünk. No, hát akkor egy kicsit először foglalkozzunk azzal, hogy az elmúlt esztendő fantasztikus sikerei után nagyon komoly megmérettetésre készül a Mávelőre. És ez azért is fontos számunkra, hiszen a férfi röplabda az egyik legnépszerűbb sportág a világon, és valljuk meg, hogy hazánkban némiképpen a nemzetközi szintől elmaradásban voltunk. Most azonban számtalan lépcsőfokot ugorhat meg a férfi röplabda, annál is inkább, hogy erősödtek az egykori legendás klubok. Gondolok itt a Kaposvárra, nem sokat veszített a népszerűségéből a Pénzügyőr révén, és így tovább, de azt hiszem, hogy számunkra az a legnagyobb öröm, hogy a Mávelőre a Foxconn segítségével, ugye a tavalyi esztendőben ezüstérmes lett, és hát azt gondolom, hogy nagyon is tudatos terv, hogy ez a csapat megmaradjon, és európai szintet érjen el, ez önöknek köszönhetően meg is valósulhat. Egy kicsit beszéljünk talán arról, hogy milyen átigazolások voltak az idei esztendőben. Azt tudjuk, hogy négyen elbúcsúztak az együttestől, a két albán légiós és két másik játékos, illetve hát azért jöttek is. Igen, igen. Hát alapvetően mi nem terveztünk jelentős változtatásokat a csapatban. Igyekszünk is megőrizni a csapatot egyben a lehető legtovább, és szeretnénk, ugye, hogy talán már említettem régebben is különböző interjúk során, hogy mi szeretjük építeni a játékosokat, építeni a csapatot éveken át. Ugye, hogyha állandóan sorokat cserélünk az együttesekben, akkor ez nem fog menni. Épp ezért itt sem terveztük. Ugye Bibók Balázs Kazincz-Barcikára igazolt, amit őszintén sajnáltunk. De sok sikert kívánunk neki ott Barcikán. Csolos, mindenki így ismeri őt, ő Erdélybe igazolt, ő megpróbál kiteljesedni, és ebben neki sok sikert kívánunk. Minden támogatást igyekeztünk neki megadni ahhoz, hogy ez összejöjjön. És a két albán fiúnak is tudomásul vettük a döntését, hogy elhagynak minket. Egyébként némi szerencsével, akár még Dodával össze is találkozhatnak a kedves nézők, mert hogyha sikerül az Amstettenen túljutnunk, és a Muraszombat is megfelelően szerepel, akkor akár össze is kerülhetünk. Igen, Leonardo Dodáról beszélünk, igen, az albán légiósról, aki van, szintén így távozott. Ő a Muraszombatnál játszik. És nagyon fontos igazolások is történtek. Tomanóci Bálint, a dunaújvárosi barátunk, azt hiszem, hogy ő egy komoly erősítést jelentett bármely első osztályú csapatnak. Mindenképpen. Ő egy nagyon tehetséges fiatal játékos, és így most az az örömteli helyzet állt elő, hogy center poszton három kitűnő játékosunk van. Ugye a fehérvári nevelésű, és aztán hazatért Eke Péter, Ambrus Bence, aki egyértelműen az egyik legjobb center a Magyarországon, és Tolnóci Bálint, úgyhogy egy kitűnő helyzet. És akkor a miénk lett Fazekas Balázs is. Így van. Aki azt gondolom, hogy szintén egy remek játékos, és nem feledkezhetünk meg a légiósról, Tomás Diallo. És ami a legfontosabb, hogy jó néhányan szerződést hosszabbítottak. Igen. A legfontosabb igazolást nem is említette, ugye ő egy amerikai légiós, a szélütőnk Chris, ő pótolja Leonardo Dodát a poszton, ugye sütő posztján, és hát úgy gondoljuk,
hogy nagyon jól választottunk, kitűnő egyesítő. Ugyanakkor a feladó poszton Willy mögött mellett egy tényleg egy kitűnő argentin feladónk lett, és Pesti Marcell mellett nagyon ígéretesen indult Balázs is a feladó átló posztján. Igen, a Pesti Marcell ugye Szabó Vilmos, Ambrus Bence, Sebestyén Márton, Takács Milani, Szentesi Bálinti szerződést hosszabbított, viszont Reggio Cocci. Igen, ami számunkra, tehát a sportkedvelők számára nagyon-nagyon jó, hogy azért a vezetőedzőnk is itt van velünk. Én azt hiszem, hogy Dávid Zoltánnak nagyon sokat köszönhet a már őrölt. Abszolút. Zotya lendülete, lelkesedése, eltökéltsége, szakmai tudása, kitartása, ez mind szükséges volt ahhoz, hogy a csapat ilyen sikereket érhessen el. És hát annak irányú, hogy a két éve ezelőtt mi leültünk, akkor mi abban állapodtunk meg, hogy ez egy hosszú távú együttműködés lesz, együtt próbáljuk meg ezt a csapatot eljuttatni oda, ahova úgy gondoljuk, hogy el kell, hogy jusson. Ez nagyon fontos mindenképpen, hiszen a felkészülés nyilván jól sikerült. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy olvashatunk híreket felkészülési mérkőzésekről, tehát ott már kiviláglott, hogy továbbra is nyilván a dobogóért, sőt a bajnoki címért küzdhet ez az átalakult csapat is. És ezt meg is tapasztalhattuk rögtön az első fordulóban, ugye a szomszédvár ellen egy nagyon sima győzelem. Bár azt mondják, hogy a röplabdában nincs nagyon sima győzelem, de én azt hiszem, hogy itt bizonyította, hogy a jó felkészülés, remek új játékosok, egy jó összetétel, és ez folyamat. Aztán viszont jött a MAFC, illetve a pénzügyőr. A pénzügyőrről kérdezném még pedig azért, mert az mindig különleges. Tehát a legfőbb rivális, Kazincbarcik, a Kaposvár és a többiek mellett, de a pénzügyőr az mindig egy más. Igen, hát a pénzügyőrnek egy nagyon rutinos első sora van, egy nagyon erős csapatról van szó. Úgy gondolom ennek ellenére, hogy a papírforma jött be. Én azt úgy érzem, hogy a mi együttesünk most erősebb, de a pénzügyőr ellen sosem könnyű nyerni. Ők az utolsó pillanatig képesek küzdeni, és bármikor képesek megfordítani a mérkőzést, úgyhogy ez sosem egyszerű dolog, és mindig nagy dolog, nagy eredmény legyőzni a pénzügyőrt, úgyhogy nagyon örülünk ennek a hazai győzelemnek is, különösen annak örülünk, hogy végül is 3-0-ra sikerült némi küzdködés után az utolsó szedben hozni a mérkőzést. A legnagyobb riválisunknak idén a Kaposvárt tartjuk, de természetesen minden extraligás csapatban benne van, sőt, minden első osztályú csapatban benne van a meglepetés. Igen, hát a meglepetés tavaly is, tavaly a MÁV előre volt, ez nyilván másutt is azért felkapták a fejüket erre, és próbálták úgy megerősíteni a csapatukat, hogy beleszólhassanak a éremért való küzdelembe. Ez minden bizonnyal így van, ettől függetlenül mi nem pusztán éremért küzdünk, hanem azt szeretnénk, hogy az idei érem az szebben csillogjon, mint a tavalyi. Tehát ez csak egyféle lehet. Ez így van. Bajnokok szurkolunk ezért. Viszont ez a komoly megmérettetés, én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos. 115 éves a klub, de ilyet még nem élt meg egyetlen egy sportágban sem. Tehát a Challenge Kupa egy megfelelő megmérettetés, és erre készülni kell. Én azt gondolom, hogy Dávid Zoltánnak nagyon sokat köszönhetünk. Engedje meg, hogy idézzek egy rövid gondolatsort, amikor kiderült, hogy kikkel kell játszani. Ugye horvát, szlovén és osztrák csapatok ellen léptünk pályára, mármint az előkészületek során, és az Amstetten ellen videózással készülünk a felkészülési mérkőzések. Az osztrák bajnokságban nyilván azhoz hozzájutottak. És ő úgy fogalmaz, hogy egy egyenes kieséses párharc mindig tartogat meglepetéseket, ráadásul hazai pályán kezdünk, ami plusz nyomást helyezhet a fiúkra. Ez jó és rossz értelemben is befolyásolhatja a játékunkat, de egy biztos, nagy esélyünk van rá, hogy ebből a párharcból tovább jussunk. Hát ezt kívánjuk nyilvánvaló, hiszen a 32 közéjutásért Tatabányán kerül sor erre a mérkőzésre. Igen. Szerintem a 16 közé jutás, én a 32-ben vagyunk. Ja igen, 16 közé, tehát a 32 között. Így van. Ez egy egyenes kieséses szakasz, ugye 32 csapat indul a Challenge Cup-ban, és a 16 közé jutásért megy a küzdelem.
Zotya tökéletesen leírta, hogy mit gondolok én is erről, pontosan ugyanezt gondolom erről az összecsapásról, erről a párharcról. Természetesen bármi benne lehet. Borzasztó nehéz mérkőzés lesz, hiszen az első nemzetközi szereplésünk. Nem tudjuk, nagyon sok fiatal játékosunk van, nem tudjuk, hogy az első szereplés mit hoz ki belőlük. Ugyanakkor minden esélyünk megvan rá, hogy ebből a párharcból győztesen kerüljünk ki, és én biztos vagyok benne, hogy minden játékos és az edző is mindent meg fog tenni azért, hogy ez így is történjen. Ugye pontosan úgy fogalmazott, ez egy hatalmas lépés a MÁV előre és a székesfehérvári röplabda számára egyaránt. Hát nyilvánvaló, hogy ezt emlékezetessé kell tenni. A Tatabánya kapcsán kérdezem, hogy ez ilyen értelemben a Nemzetközi Szövetség határozza meg, hogy hol kerülhet sor egy ilyen kupamérkőzésre? A Nemzetközi Szövetség azt határozza meg, hogy milyen létesítményben kell a Challenge Cup mérkőzéseket tartani, és ilyen létesítményt sajnos Fehérváron ebben a pillanatban nem találtunk. A következő szezonban már a multifunkcionális csarnok kész lesz, úgyhogy a következő szezonban már minden bizonnyal ott fogunk nemzetközi kupamérkőzéseket játszani. Nagyon bízom benne, hogy fogunk, tehát én azt mondhatnám, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy fogunk, és azokat a kupamérkőzéseket végül akkor itt Fehérváron, az otthonunkba tudjuk majd lejátszani. Jelenleg viszont nincsen olyan létesítmény Fehérváron, ami elérhető lett volna és alkalmas arra, hogy Challenge Cup mérkőzést rendezzünk. Így aztán döntenünk kellett, hogy hova megyünk, több lehetőség is adódott. Ezek közül a legvonzóbb az a tatabányai multifunkcionális csarnok volt, az egy gyönyörű létesítmény. Igen. Azt gondolom, hogy egy méltó helyszín egy ilyen debütálásra. Nagyon fontos, ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy számtalan játékos, tehát a maga azért megmaradt, és sikerültek az igazolások is. Hogyan lehet összecsiszolni? Nyilván ez Dávid Zoltán felelőssége, bár most ugye, ha jól tudom, nincs még másodedzője az együttesnek. Vagy hát, már ez rendeződött, hiszen Szabó Zoltán is távozott. Gergely. Vagyis Gergely. Igen, ő távozott, viszont jött egy orosz fiatalember, Yuri, aki nagyon sok feladatot lát el, és de facto a másodedző. A tavalyi sikerek után tehát együtt maradt azért a csapat. Hogy sikerült a felkészülés, hiszen ez új játékosok is érkeztek. Az NB1-es eredmények ilyen értelemben meghatározóak természetesen, de azért azt tudjuk, hogy a nemzetközi szintéren több kell. Sikerült-e már összecsiszolódniuk? Én azt gondolom, hogy igen, főleg azért, mert tényleg az öme a játékosoknak itt van már legalább egy éve, de vannak, akik két éve vannak itt, és ezek a játékosok már összeszokottak. Itt a 14-es keretből 4 új játékos van, 10 nem, és azért ezek a játékosok jól ismerik egymást, jól ismerik egymás játékát, és én úgy láttam, hogy az új játékosok nagyon gyorsan beilleszkedtek. Nyilvánvaló, hogy ez megint csak a mester felelőssége, de sikerül egy olyan játékstílust meghonosítani, ami kellően látványos, ugyanakkor biztonságot ad. Én azt gondolom, hogy akik látták ezt az első 3 mérkőzést, azok meggyőződhettek róla, hogy látványosságban bővelkedő játékstílusunk tud lenni. Nyilván mindig vannak szenvedős periódusok, ez minden csapattal így van, de vannak nagyon szép, nagyon látványos, tényleg extatikus momentumok is. Igen, ha nézzük az ellenfeleket, akkor nagyon komoly ellenfelek vannak, hiszen ebben a kupában indul a 2022-es győztes Francia Narbonne csapata is, tehát egészen kiváló együttesekkel kell szembenézni. Tehát ha a felkészülés sikerült, akkor nagy gond nem lehet. Miként illeszkedtek be az újak? Ez viszont komoly kérdés. Én azt, ahogy az előbb is említettem, én azt láttam, hogy nagyon jó volt. Mindegyik új játékos kitűnően be tudott illeszkedni. Akár a center posztról van szó, akár az átló posztjáról. A négyesütő egyértelműen az egyik legjobban sikerült beilleszkedés, ha itt tetszik. És természetesen a feladó poszton is a feladónk, amikor játék lehetőséget kap, akkor hozza azt, amit kell. Nagyon fontos kérdés, hogy mennyit profitál abból a magyar röplabda sport, hogy egy-egy klub ilyen szinten fejlődik. Ön miként látja? Hát én azt gondolom, hogy
ez alapvetően fontos a magyar röplabdának, hogy a klubjai fejlődjenek. Elsősorban azért, mert a magyar utánpótlás az a klubok köré van szervezve. És abban az esetben, hogyha egy magyar klub úgy tud fejlődni, hogy a játékosok zöme magyar, akkor ezzel hozzátesz ahhoz is, hogy a nemzeti válogatott esetleges játékos tagjai is fejlődhessenek. Ilyen értelemben mi jól állunk már, mint a MÁV előre, hiszen számtalan abszolút saját nevelésű fiatal mutogatta meg oroszlán körmeit. Én azt hiszem, hogy nem keltettek csalódást, és ez továbbra is így van. Ez így van, törekszünk rá, hogy alapvetően magyar játékosokkal dolgozzunk. Nyilvánvalóan vannak idegenlégiósaink, kitűnő idegenlégiósaink, olyan idegenlégiósaink is vannak, akikkel hosszú távra kötöttük össze az életünket. Nem titok, vagy legalábbis nyílt titok, hogy Reggio Kocsi a csapatkapitányunk, ővele úgy állapodtunk meg, hogy hosszú távon működünk együtt, és sokáig lesz ő a csapat vezére, reményeim szerint. És ez nagyon-nagyon fontos. Ez így van, ő egy nagyon stabil bástya, amire a többiek tudnak támaszkodni, és ezek az idegenlégiósok, ezek fontos inspirációt is jelentenek a magyar játékosok számára, hogy ők is egyre jobbak legyenek. Hát tehát kitűnő játékosunk van. Hát ők példa és példakép. Így van. Viszont kell, hogy szó essék. Én azt hiszem, tehát azért még egyszer elmondom, meg ezen kívül is, amit elmondom, hogy október 24-én 17 óra 30 perc Tatabánya multicsarnok, bár hozzáteszem, hogy az M4 élőben közvetíti, és az m4sport.hu, ez így nagyon-nagyon kerek. Viszont mi újság a lányokkal? A lányok, köszönjük szépen, nagyon jól vannak. A lányok előző szezonja nem sikerült annyira fényesen, mint a fiúkért, de az alapvető cél, hogy megmaradjunk az extraligában, az ott is teljesült. Tehát a lánycsapat is kivívta a bentmaradás jogát. És ugye a legnehezebb dolog, amikor egy frissen feljutott csapat egy magasabb osztályban elkezd játszani, alkalmazkodni az új körülményekhez, és megmaradni ebben az osztályban. Ez nekünk sikerült, és innentől kezdve egyszerűbb egy kicsit az élet. Most már az a feladat, hogy jobb helyezést érjünk el. A nyáron ennek megfelelően teljesen átszerveztük az együttest. Itt is nagyon fontos szempont volt, hogy törekedtünk arra, hogy a fehérvári nevelésű, fehérvári származású játékosok közül minél többet megszólítsunk, és minél többen folytassák a fehérvári együttesben. Ez örömmel jelenthetem, hogy sikerült. Jó pár fehérvári nevelési játékosunk van, akik most a MÁV előrét erősítik, klasszis játékosokról van szó, és sikerült egyébként is klasszis játékosokat, magyar és külföldi játékosokat ide csábítani, úgyhogy egy sokkal erősebb kerettel vágtunk neki ennek a szezonnak. Az első megmérettetés az UTE ellen volt, az UTE-nek egy nagyon jó, nagyon erős, nagyon ügyes csapata van, őket győztük le 3-1-re, én azt gondolom, hogy magabiztos játékkal, ez megmutatta, hogy nem haladunk rossz irányba. Igen, sőt, nagyon jó irány, hiszen Fellegvári Teodoráékat nagyon is jól ismerjük, 1000 éve, ha úgy tetszik, rutinos válogatott szintű játékosok kerültek ide, és azt hiszem lesz kitől tanulniuk a fiataloknak is, tehát kerek lesz ez a történet. Mi az elvárás? Nyilván most a középmezőny felett kell, hogy szerepeljenek, hiszen, ahogy említette, fantasztikus csapat alakulhat ki. Így van. Hát az elvárás az, hogy olyan mérkőzéseket játszunk, amit a közönség örömmel néz, és fejlődjünk. Ez az elvárás. A célunk értelemszerűen az, hogy érmet érjünk el, mind a két csapattal érmet érjünk el. Megcélozható a nemzetközi kupa szereplés? Mindenképpen. Ezt abszolút szeretnénk a hölgyekkel is elérni, a nemzetközi kupa szereplés szintjét. Ez az első 4 hely a női extraligában. Mindenképpen szeretnénk oda jutni. Lehetőséget szeretnénk adni a női csapat játékosainak is arra, hogy megmutassák magukat a nemzetközi porondon. Ehhez ebben a szezonban úgy kell teljesítenünk, hogy odaérjünk. Tehát a bizalom él, nem csak a vezetés részéről a stábok, illetve a játékosok felé, hanem a szurkolók felé is, hiszen azért nagyon fontos, hogy minél többen vegyenek részt ezeken a mérkőzéseken, hiszen a röplabda is a mi sportunk újra, itt Székesfehérváron is, és talán szép lassan Magyarországon is, hiszen ez egy gyönyörűséges játék.
Én azt kívánom önöknek, hogy ez történjék így, invitálunk mindenkit, és hát október 24-én pedig eldől, hogy először a 16-ban, 8-ban, 4 közé, bár egy kicsit ez álomszerűen hangzik, de azért... Igen, ez tényleg álomszerűen hangzik, merjünk, tehát álmodjunk, merjünk szépen álmodni. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm, és természetesen figyeljük az eredményeket, és majd időben beszámolunk róla, és majd az utózöngét is megbeszélhetjük. Köszönöm szépen. Rendben, köszönöm szépen. Kedves nézőink, Tálos Péter volt a vendégem, annál is inkább a MÁV Előre elnökét kérdeztük arról, hogy a MÁV Előre a tavalyi nagyszerű siker után idén már nemzetközi kupa szereplésben bizonyíthatja, hogy igenis lehet feljebb lépni férfi röplabdában is. A nőktől ugyanezt várjuk majd a következő időszakban, és azt hiszem, hogy minden szurkolót biztatok, hogy látogassanak ki a mérkőzésekre, hiszen a kékfehérért csoda folytatódik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.